Köszöntöm nézőinket, Önök Pálya című műsorunkat látják. Mai adásunkban ismét megmutatjuk Baranya és Tolna megye színes sportéletét, a csapatsportoktól az egyéni sportágakig, az utánpótlástól az öregfiúkig, a versenysporttól a szabadidősportig. Tartsanak velünk, érdemes lesz! Nehéz a hazai második vonalat képviselő amatőr és a profi kategóriát képviselő hazai ökölvívók helyzete. Számuk és ezzel együtt fellépési, szereplési lehetőségük is vészesen fogy. Vannak azonban kisebb csoportosulások, akik egyesületi vagy éppen más szervezeti formában a végsőkig kitartanak. Készülnek folyamatosan, az eltávozók helyett új fiatalokat toboroznak és reménykednek. Az Unió Box Team Szekszárdnál például motiváló tényező, hogy egy év kihagyás után jövő májusban megrendezhetik a korábbi nagy sikerű küzdősportgálájukat, a Fighters Night-ot. Szomorúsággal vették tudomásul az Unió Box Team Szekszárdnál, hogy 9 évvel ezelőtt az általuk kitalált küzdősportgála, a Fighter Nights, támogatók hiányában az idén elmarad. A főszervező, az eddigéken sokszor főszereplő Halász Gábor jó hírrel kopogtatott be a szokásos egyik hétközi délutáni edzésre. A sportág, a rendezvény helyi támogatói már most igent mondtak a jövő évi folytatásra. A 10-et, a jubileumit újra megrendezheti tehát a klub, amit tavaszra terveznek. Minden bizonnyal a profi és amatőr box programot összeállító szekszárdiak hamarosan leülnek tárgyalni a K1-et, a Thai boxot vagy éppen a ketrecharcot eddig is megszervező bajaiakkal. Biztatás ígéretek vannak, május 2-ben már időpont is van, jövő év május 2-án lenne egy szekszárdon a 10. gála. Akik itt edzenek nálunk, illetve szekszárdon küzdősporttal foglalkoznak, ők be tudjanak mutatkozni nagy közönség előtt. Nagyon készül erre nem csak Halász Gábor, hanem azok a klubtársak is, akik a korábbi gálák szinte mindegyikén szereplők voltak, helyi sportolók, akikre Szekszárd vonzás közvetében sokan kíváncsiak ma is. Elég csak két nevet említeni, Novák Györgyét és Orsós Istvánét. Az utóbbi pályafutása sokban hasonlít Halász Gáboréhoz. Több évtizede van a box vonzásában Orsós Pityu, aki több mint 70 meccsen van túl. Helytállása, kitartása és felkészültsége miatt rangos európai gálák felvezető meccsein bunyózik rendszeresen, ahová visszavárják, ahol sokszor úgy érzi, lepontozzák, mert lejt a külföldi szorító. Kell a győzelem a nála sokkal jobban menedzselt ellenfelének. Nemrégen egy képzett izomkolosszus volt az ellenfele, a meccs szupervájzere pedig Kovács Kokó István volt, aki legfeljebb egy-két menetet jósolt neki, de ennek éppen ellenkezője történt, végigment a meccs. Láttam rajta, hogy hát nem bízik abba, hogy én ebből a izomkolosszussal végig fogom boxolni a meccset, és végigboxolni, és odajött, és azt mondta, hogy gratulálok Pistikém, mert keményen látod a pofont, és annak ellenére, hogy sokkal nehezebb volt, sőt, még azt mondom, hogy hoztam is a pontokat. Utolsó menet, az még szerintem az én is volt, vagy döntetlen. Legutóbbi meccsén Lettországban nem csak egyenrangú ellenfele volt végig a hazainak, azt mondja, minimum döntetlent érdemelt volna. A harmadik menetben már kezdtem érezni, végigboxoltam a latmenetet, azt mondom, hogy 5.-6. menetben akár már döntetlen is lehetett volna. Alig ha véletlen, hogy a Magyarországon rendezett meccsek többségét megnyerte a már fél nehéz súlyú, olykor nehéz súlyú versenyző, a meccseinek több mint kétharmadát külföldi szorítóban vívta azonban. Aki sportág szeretetből és jövedelem kiegészítés okán maradt ennyi időt a ringben. Nála is, mint Halász Gábornál, napirenden van a visszavonulás gondolata. Jó érzem magát, még azt mondom, az év, ami jövő év jön, vagy utána egy-két év még szeretnék. Nézve a pörgő ritmusú edzést, mindig találunk az edzőteremben új arcokat, de sokszor hiába keressük a már reményteljes régieket. Gál Miklós, Miki bácsi 74 évét meghozottoló dinamikával és elszántsággal küzd azért, hogy az ide lejövő fiúk és már régebb óta lányok is az alapok elsajátítása után megmaradjanak szekszárdi színekben versenyezzenek. Nehéz ügy ez Soprontól Nyíregyházáig, Zalaegerszegtől Szegedig, létszámában vészesen fogy a sportág. Ilyen-olyan néha érthető, illetve kevésbé érthető okokból a legtöbb tehetség nála is sajnos ideje korán abba hagyta. Van még itt 2-3 olyan srác, akiben bízok, hogy megmarad, még jelenleg 14-15 évesek, tehát igazából még a versenyt nem engedem
pár hónap után őket versenyre. Egy évet legalább le akarom boxoltatni őket, mert a nálam az a választó víz. A ring közepén Miki bácsi két legújabb lány tanítványa kesztyűzőképpen. Reméli, hogy az egyikük 2020-ban már éles meccsen is megmutathatja magát két év gyakorlás után. Ami örömet okoz, hogy meg tudom védeni magam, meg ide az egész helyre jó bejönni. Lényeges, hogy Ramona kézzel lábbal összhangban, vagyis koordináltan dolgozik, látszik, van tehetsége a boxhoz, már meccseket néz. Nagyon szeretem, és már el tudom képzelni, hogy majd ezt fogom csinálni. Már lejátszotta magában élete első meccsét is. Én balkezes vagyok, és a hátsó kéz is jobb forog, mert az egy erős ütés, ezt tanultam, és ezt mindenképp ki szeretném próbálni. Úgy tervezzük, hogy a gálán már fellépek. A 10. Fighters Nights gálán remélhetőleg valamennyi hazai versenyző megmutathatja majd magát. A főszervező ugyan a végleges visszavonulást jövőre még nem tervezi, de megeshet, hogy hazai kötelek között ez lesz az utolsó meccse, vagyis a búcsú meccse. Csíkszexádon szerintem biztos, ha kint esetleg akadni egy olyan lehetőség, akkor kimegyek, de valószínű, hogy ez itt lesz a vége jövő májusban. Ennél már nagyon nem lehet lejjebb. A Szebb napokat látott Paksi Ese NB1-es történetének legnagyobb krízisét éli. Az elmúlt hetek kudarc sorozatának mélypontja volt az Újpest elleni vereség. A csapat több játékosa szemmel láthatóan annyira nem élt együtt a játékkal, oly mértékben követett el az élvonal szintjén megengedhetetlen játékbeli hibákat, melyekkel nehéz mit kezdenie a szakvezetésnek. A bátortalanság és a már kóros önbizalomhiány is tetten érhető volt a játékosoknál az Újpest ellen. A Paksi Ese labdarúgó csapatának 2006 óta íródó NB1-es történetében a bajnokság közepe táján még nem volt ilyen nehéz helyzete, mint ami most van. Vereséget vereség követ, a sikertelenség lenyomata ott volt a legutóbbi fordulóban az Újpest ellen markánsan egy-két játékos kivételével már az egész csapaton. Helyezkedési hibák a védelem közepén, szétszakadt csapatrészek, egymásnak nem besegítő, reménytelenül lekéső-elkéső játékosok. Ezt büntette 4 góllal a feljövőben lévő, a korszerű játékból ízelítőt adó Újpest. Igaz, két saját nevelési játékos Hán és Bor góljai megszépítették, csak számszakilag ugyan, a vereséget, Paks Újpest 2-4, ám a látottak alapján a PSE hitehagyottan, perspektívátlanul futballozott, önmagához mérten is olybá tűnik eljutott a mélypontra. Ostermayer Gábor megbízott vezetőedző, ismeri a játékosokat, a legjobb tudása szerint készíti fel prólicenses edzőként a csapatot, ő is bizonyítani akar, neki is lehetőséges, ám abszolút tanástalanul áll a történtek előtt. Nehéz ilyenkor mondani valamit. Azt mondtam a srácoknak, hogy akit megsértődik, vagy bármilyen szerekesszik ki a közösségbe a csapatból, továbbra is egy irányba kell húzni, csak ők tudják ezt a Paksi FC-t innen kimozdítani, senki más. Össze kell fogniuk, össze kell fognunk. Magabiztossá kell tenni a játékunkat a jövőbe, ehhez kellene egy győzelem, ami egy megerősítést adna ahhoz, hogy igenis mi nem ennyit tudunk. Aki nem kényszerít hibák ellen, lehet-e valamit tenni hétközben a következő, a vidi meccsig? Erre mindig nehéz. Ahogy múltkor mondtam, Kispestem, ezekre a hibákra edzésgyakorlatokat nem tudok. Igazából a játékosok egyéni képességből adódóan kellene ezeket megoldani jól. Így bizony, egy lengyér, egy fejes a védelem közepén biztosan nem felejtett el futballozni. Ennyi ki nem kényszerített hiba, amit elkövetnek meccsenként, amelyekből sokszor gólt kap a csapat, nem fér bele. A középpályások labdavesztése és tűrés küszöb fölötti. A támadók pipogyasága, hitehagyottsága, gyámoltalansága, formán kívülisége szintén a Paksi több ismeretlenes egyenlet része. Egy pszichológus aktív jelenléte, beavatkozása is szükségesnek tűnik a helyzet megoldása. Hát a játékosok igénybe veszik, de én úgy vagyok vele, hogy ostor meg cukor. Amikor ütni kell, akkor meg kell ütni őket, mármint úgy, hogy ha azt mondom verbálisan, amikor meg kell dicsérni, akkor meg kell dicsérni őket. Tehát én ebbe a pszichológiába hiszek
Másban nem. Két forduló van vissza az őszi idényből. A PSE, amíg nem kieső tizedik helyen áll, a már kieső Zépjelnél nem szerzett több pontot. Megoldható válsághelyzet ütötte fel a fejét, vagy ennél nagyobb virrátömlesztést, műtéti beavatkozást igénylő baj van, erre némiképpen a Videoton és a Mezőkövesd elleni meccsek választathatnak. A középcsapattá válás reményében vágott neki az új bajnokságnak a megye egyetlen NB3-as labdarúgó csapata, a Szekszárdi UFC. Az őszi idényben a se nem gyengülő, se nem erősödő, túlnyomó többségében a saját nevelésre építő csapat egyelőre arra a stabilitásra sem képes, amit tavaly tavasszal már bemutatott, vagyis amivel lényegében kiharcolta a bentmaradást. Az edző a fejlődés elmaradását a kulcsemberek sérüléseinek tulajdonítja. Fél év, pontosabban egy fél idény után mind a táblázatra pillantva, mind a látottak alapján nem lehet más mondani, mint azt, hogy a Szekszárdi UFC nem lépett előre az elmúlt évekbeli önmagához képest. Így a stabil középcsapattá válás terve időarányosan nem teljesült a megye egyébként egyetlen NB3-as csapatánál. A rabszolvikosan játszó, a kelleténél ősszel több gólt bekapó szekszárdi csapat ugyanis a 12. helyen zárta az őszt. Ami még nem lenne baj, mert hogy a 7. Dabas is csak momentán 5 ponttal gyűjtött többet náluk. Az első csapathoz tavaly visszatérő, korábbi több időszakban is sikeredző, a gyenge teljesítmény a várakozás alatti szereplés okát, a fontos játékosok, a kulcsemberek sérülése miatti hiányzásokban látja elsősorban. Elismeri ugyan DNS Pál, ilyen másokat is sújt, de az UFC-t meglátása szerint a nem megfelelő tudású, tapasztalatú cserejátékosok hiánya miatt ez a csapatépítésben és a konkrét teljesítésben érzékenyebben érinti, mint a tapasztaltabb, rutinosabb játékosokat felvonultató ellenfeleket. Mindenképp lehet úgy teljesíteni, hogy a középmezőben biztonságosan foglaljunk helyet, de azért azt látni kell, hogyha elmegy 8-10 meccs, azért óvatatlanul jönnek a sérülések, eltiltások, és olyan erős állománnyal nem rendelkezünk, hogy 2-3 embert is akár tudjunk hétről hétre pótolni. A padon ülő fiatalok még nem tudják pótolni a kiesőket. Büszke rá a vezetés egyébként, hogy az UFC-ben focizik a legtöbb saját nevelésű fiatal az NB3 középcsoportjában, de ettől még nem lesz olyan szerethető középcsapat az UFC, amely idehaza a jelenleginél több nézőt tud vonzani a meccseire, mint most. Igazolni kellene már most a télen, kirajzolódtak ugyanis az objektíven létező korlátai is a csapatnak. A téli felkészülés az mindig hosszú, tehát nem lehet tudni azt, hogy esetleg van-e arra lehetőség, hogy akár egy vagy két játékos tudjunk igazolni, aki erősítést jelent, de én úgy gondolom, hogy mindenképp kellene, hogyha nem akarunk úgy járni, hogy az utolsó fordulókba dőljön el, hogy kiesünk vagy sem. Én úgy gondolom, hogy a játékosokkal különösebb probléma nincs. Nyilván azt tudni kell, hogy itt az első 5-6-8 csapat, azok délután edzenek, a mi játékosainknak csak délután van lehetősége, és még egyszer mondom azt, hogy inkább minőségben meg létszámban kellene kicsit jobbak legyünk, itt gondolok 1-2-3 játékosra. Nagy valószínűséggel rutinos védőket is keres az UFC. A 17 meccsen összeszedett 32 gól jelzi, mindenekelőtt a védekezésben, a hátsó játékban kell rendet tenni a csapat házatáján a tavaszi sikeresebb folytatáshoz. Jó hangulatú teremlabdarúgó kupát rendeztek Kozármislenyben. 17. alkalommal gyűltek össze az épületgépészek a GLT kupára. Az idei tornára 10 csapat nevezett, melyeket 2-5 fős csoportba sorsolták. A tornát a Thermopipe elnevezésű csapat nyerte. Az A csoportban a házigazda GLT, a gázközösség, a Viló, a Ginger és a Varga SC, a B csoportban pedig a Vürt, a Kökényese, a tavalyi győztes PVSK Retro, a Mik vagy Muk és a Thermopipe csapata kezdte meg a küzdelmet a 17. GLT kupa teremlabdarúgó tornán. Mivel a kispályás bajnoksága eléggé lecsekkelt a létszám, a csapatok létszáma, és nagyon sokat jelent ez, hogy ilyen lehetőségek vannak azoknak, akik szeretnek sportolni, focizni, és
Ez már évek óta, hosszú évek óta megy ez az épületgépészkupa, megszokott csapatokkal, néha-néha egy-két csapat változik, és nagyon jó színvonalas meccseket játszanak. Bevezettük egy olyan szabályt, hogy 5 szabálytalanság után 7-es sugás van, tehát azért, hogy ne duruljanak el a meccsek, és ezt elfogadták a csapatok, és vigyáznak is egymásra. Tehát ez tényleg a szabadidős hasznos eltöltését szolgálja. A sporttalálkozót hosszú évek óta szervező Csukás Béla mellett a GLT Delta Kft. Majd minden munkatársa kivette a részét a szervezésből, még ebédet is kaptak a résztvevők. 10 csapat van, nagy részük épületgépész cégnek a csapatai, vidékről is jöttek természetesen, és 2 ötös csoportban vagyunk, egy délelőtti és egy délutáni csoportban, úgyhogy mindenki 4 mérkőzést mindenféleképp játszik, elég megterhelő, ugye, és hát azt kell mondjam, gyors a játék. Azt szerettük volna, hogy elsősorban ezeknek a cégeknek a dolgozói játszanak itt, 38 év fölötti játékosokra számítunk, igazából, hogy ez egy szórakozás legyen, egy kellemes hétvége, hogy úgy mondjam. Hát sajnos kiestünk, mi mindig kiesünk, igazából nekünk a részvétel egy pontos dolog, a GLT itt van, megmutatta magát, és hát majd jövőre újra próbálkozunk. A sok öreg motoros mellett akadtak azért olyanok is, akik először vettek részt a teremlabdarúgó tornán. Én a Kekelit GmbH-t képviselem, mi egy osztrák csőgyártó cég vagyunk, magyarországi képviselettel. 17 évig vagy 18 évig voltam az országos játékvehető keretnek a tagja, és épp a május 19-én egy Ferencváros Puskás Akadémia mérkőzéssel búcsúztam, most pedig az ifjú titánokat nézem, mint játékvehető ellenőr mérkőzéseket. A csoportmérkőzések és az elődöntők után a bronzéremért a Würth és a Varga SC játszott. Ezt a találkozót a Varga SC nyerte, így ők végeztek a harmadik helyen. A döntőt a Gáz közösség csapata játszotta a Thermopipe gárdájával. Az idei győztes a Thermopipe lett. A Dabas és a Budaörs elleni győzelmével Barejt Judit csapata bebiztosította helyét az U14-es gyermekbajnokság első osztályának felsőházában. A kozármislenyi kézilabdázók ráadásul hazai pályán harcolták ki a legjobb 8 közékerülést. Az első felsőházi fordulóban a Debrecen és a Szeged ellen ugyan nem sikerült pontot szerezniük a lányoknak. Barejt Judit edző szerint elkeseredésre nincs okuk. Ezeken a mérkőzéseken ugyanis rengeteget tudtak tanulni, fejlődni, ami a következő fordulókban a hasznukra lesz. Az ország legjobb 8 csapata között játszhatnak a kozármislenyese U14-es leány kézilabdázói. Az alapszakaszban csak a régió gárdáival találkoztak, a felsőházban viszont már az ország minden részéről érkezett csapattal kell megküzdeniük a lányoknak. Az első dabasi fordulón a Debreceni Sportcentrum és a K-Szegedese volt az ellenfele Barejt Judit tanítványainak. A cél, hogy a felsőházban is megállják a helyüket a lányok, de győzelmi kényszer nincs a csapaton, hiszen neves kézilabda klubok utánpótlás gárdáival kell felvenniük a versenyt. Számítani én számítottam rá, de ez egyáltalán nem volt biztos, mert a csapatom jelenleg a legfiatalabb ebben az U14 első osztályban, nagyon sok nálunk a 2007-es születésű leányzó. Nagyon boldogok vagyunk, hogy sikerült ezt megvalósítani, és most a legjobb 8-ban megyünk, és megmérettetjük magunkat. A kozármislenyiek felsőházba kerülése azért is megsüvegelendő, mert ők a legfiatalabbak a mezőnyben. 7 éve kézizek, így egyesületi szinten pedig egy olyan 5-6 éve, és szerintem nagyon meg vagyok elégedve a csapattal. A dabasi meccs, amikor egyen nyertünk, az nagyon nagy küzdés volt, és nagyon jó volt. Az idei szezonban sok csapattal még nem találkoztak a kozármislenyi lányok, így a mérkőzések alatt kell kipuhatolni, kitől mire lehet számítani. Egyesületi szinten én is 6 éve, illetve én a dabasi meccsre is nagyon szívesen ugye visszaemlékszem, és nagyon elégedett vagyok a csapattal, mert ez az első közös nagy élményünk, amit így elérhettünk. Az utóbbi teljesítményünk azt szerintem már nagyon jó volt, és ha ezt a szintet hozzuk továbbra is, akkor szerintem van keresni valunk a 8 között.
A Debrecen ellen játszotta első felsőházi mérkőzését a Kozár Mistanyi csapat. Az első 10 percben még vezetett Barejt Judit együttese, aztán a debreceniek szép lassan ledolgozták a hátrányt, és 8-7-es félidő után 18-12-re nyertek. A Kozár Mistanyieknek egy mérkőzésnyi ideig volt pihenni és rendezni a sorokat, valamint felkészülni a Szeged elleni összecsapásra. Ezen a mérkőzésen 11-9-es Kozár Mistanyi vezetésnél fordultak a csapatok. A második játék részben azonban jobban játszott a Szeged, és 5 gólos győzelmet szerzett. Barejt Judit edző szerint elkeseredésre nincs ok, ezeken a mérkőzéseken ugyanis rengetegek tudtak tanulni, fejlődni, ami a következő fordulókban a hasznukra lesz majd. Ismét a pécsi Fordán Táncentrum rendezte a 2019. évi akrobatikus rock'n'roll magyar bajnokságot. A versenyen 21 egyesület több mint 500 táncosa lépett parketre. Voltak olyan résztvevők is, akiknek a kvalifikációs versenyen nem kellett indulniuk, hiszen a közelmúltban világbajnokságon szerepeltek eredményesen. Látványos bemutatóval kezdődött az első teletál akrobatikus rock'n'roll magyar bajnokság döntője. A szervező pécsi Fordan Táncentrum vezetője és oktatói szerepeltek a showban. A mai verseny az akrobatikus rock'n'roll legnívósabb verseny, az akrobatikus rock'n'roll magyar bajnokság, és mindenki erre formaidőszít a bajnokságra, hiszen egyrészt kvalifikál a jövő évi világversenyekre, másrészt Pécset mindig egy igazi nagy táncünnep az akrobatikus rock'n'roll sportnak. Tehát a magyar akrobatikus rock'n'roll most nagyon nívós, tehát nagyon sok világversenyen nagyon komoly eredmények születtek az utóbbi időben, ebben az évben például, és tényleg itt mindenki itt van, aki él és mozog, mindenki, aki ott van a világ élmezőjében, tényleg világklasszisok magyar bajnoksága ez. A magyar bajnokságra, mely a Magyar Táncsport Szakszövetség idei versenyidényének legrangosabb megmérettetése volt, az ország legjobb táncosai és szakemberei érkeztek. Én 6 éve irányítom, most már 7. éve ezt a szakágat. Ez alatt nagyon sokat fejlődtünk, nagyon sok világszínvonalú eredmény van, folyamatosan egyre jobban szerepelünk. Tehát már ott tartunk, hogy nagyon nem is lehet már tovább fejlődni. Páros kategóriákban azért még van lehetőségünk tovább lépni, hiszen ott azért az oroszok, ukránok is nagyon színvonalasak, nagyon ügyesek. Ott még nem tudtuk elérni azt, hogy nagy hatalom legyünk, de a formációs kategóriákban évek óta Magyarország a nagy hatalom. Voltak olyan résztvevők is, akiknek a kvalifikációs versenyen nem kellett indulniuk, hiszen a közelmúltban világbajnokságon szerepeltek eredményesen. Lengyel Bonita és Mészáros Gábor az ország legeredményesebb felnőtt A-kategóriás párosa. Hát mi alapvetően ugyanazzal a programmal készültünk, amivel múlt héten az oroszországi világbajnokságon szerepeltünk. Azt gondolom, hogy felkészültek vagyunk, bár egy sérüléssel küzdünk, és így egy kicsit nehezebb véghez vinni azokat az akrobatikákat, amik benne vannak a programunkban, de úgy érezzük, hogy mindennel kész vagyunk igazából, és minden akrobatika, én azt gondolom, hogy hibátlanul fog lemenni. A páros a 2021-es világjátékokra szeretne kijutni, erre a jövő évi teljes szezon lesz a kvalifikációs időszak. Múlt héten a világbajnokságon a 14. helyet tudtuk ezzel elérni. Nagyon büszkék vagyunk rá, mivel most egy max pontos, egy 50 pontos akrósorral indulunk, és most már ebben az évben ez a talán 5. versenyünk, amikor ezzel indulunk, és hát nagyon remélem, hogy ugye jól fog sikerülni ugye a sérülés miatt is, de ettől nem félek én sem, mivel nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokat gyakoroltunk az elmúlt 3 hónapban, augusztust is végigedzettük, és igazából onnantól kezdve mostanáig folyamatosan. Én bízok magamba, és benne is, hogy meg fogjuk tudni csinálni. A mi kategóriánk, ugye a main class freestyle kategória, ugye akrobatikus rock'n'rollnak legmagasabb kategóriája. Mi 5 éve kezdtünk el ebbe versenyezni, 2014-5-ben, és akkor a nevező létszám a külföldi versenyeken 40 körül volt. Most jó, hogyha eléri a 25-öt. Úgyhogy redukálódnak is, mert nagyon nehéz ez a kategória, mint pénzben, mint kitartásban, mint maga az, hogy fizikailag bírjuk. Tehát nagyon figyelni kell rá, hogy mit csinálunk közben. És nehezednek, mivel ugyanazokkal versenyzünk, akikkel 5 évvel ezelőtt elkezdtük. Tehát mindenki fejlődik, és nehéz, nagyon nehéz előrelépni.
Most hála jó Istennek sikerült nekünk is már a középmezőnyt megtalálni. Volt már, hogy a középdöntőben is voltunk, már 10. helyet is értünk el, de ez ugye nagyon nehéz. Ez mindig attól függ, hogy mi is hogy teljesítünk, meg ugye mások is hogy teljesítenek. A rangos eseményen 36 páros, 45 lányformáció és 4 páros formáció versenyzett 9 versenykategóriában a bajnoki címekért. A Pécsváros számára ez egy óriási megtiszteltetés, hogy egy ilyen rangos és neves esemény Pécsváros rendezhet meg. Fontos elmondani azt, hogy 21 hazai klub 520 kiváló táncosa mérkőzhet meg a bajnoki címért. Én azt gondolom, hogy itt most két ember van, akinek óriási köszönetet kell mondanunk azért, hogy ez a mai nap megvalósulhatott. Ő pedig nem más, mint Major Laki Ágnes és Pap Viktor. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük nekik Pécsváros nevében is, hogy egy ilyen fantasztikus és színes eseményt idehoztak ebbe a városba. A magyar bajnokság rendezési jogát pályázat útján nyerte el a Pécsi Fordán Sport Egyesület. 2012 és 2017 között minden évben hasonló bajnokságuk az év táncversenye címet kapta. Ezúttal is közös bajnoksága volt ez a felnőtt és junior párosoknak, valamint a gyermek és serdülő lányformációknak. Ez volt erre a hétre a pálya. Friss műsorral jövő kedden találkozunk. Viszontlátásra!